A Gitin traktátus 60-as lapja fog következni, és a tegnapi adagot, az 59-est, azt felvételről fogjátok tudni visszahallgatni. Ugyanis tegnap este felvettük, de még nem sikerült föltenni az oldalra, a YouTube oldalra. És ennek a 59-es lapnak a fő témája az az volt, hogy folytatva azt a megközelítést, ami most már az elmúlt egy-két hétben vezeti a témát, ugye, hogy mindent rendeltek el a bölcsek a világ rendjének, a világ békéjének, a világ béke érdekében. És ennek az egyik eleme volt az, hogy a Tórá olvasásakor milyen sorrendben kell fölhívni az embereket. És azt mondta a Misna, hogy a világ rendjének érdekében lett elrendelve, hogy elsőként a kohanitát kell hívni, utána a lévitát, és utána a sima izraelitákat. Aztán a Talmud is arra a konklúzióra jutott, hogy ez nem is egy rendelet, hanem ez tulajdonképpen magának a Tórának a szövegéből is levezethető. De bárhogy is legyen, ez a sorrend, és erről beszéltünk tegnap részletesen. És most innen fogjuk folytatni az 59-es oldalon. Az 59-es oldal alján. És aztán egészen a 60-as lapon át. Csalkolob még le Lilla Rebi Helboy a galileiak a következő kérdést küldték Rabbi Helbónak. Ahadem mikoiren, miután befejeztük a kohanitának a felhívását, utána a lévitának a felhívását a tóraolvasáskor, akkor utánuk van-e valamilyen sorrend? Egy olyan sorrend, amit követni kell a felhívottak között. Loi habbi yadei. Nem igazán tudott mit válaszolni Rabbi Helbó erre a kérdésre. Asszom és Jullej, Rabbi Yitzhak Nafka. És elment és megkérdezte Rabbi Yitzhak Nafkát. Szerinte mi a helyes sorrend? Miután felhívták a kohanitát, utána a lévitát, mi a helyes sorrend? Amellei achereien körint almidech a chamim, amemunim párneszim al a cibor. Erre azt mondta Rabbi Yitzhak Nafka, a sorrendben a következők, azok a rabbik, azok a bölcsek, akik nem egyszerűen bújják a könyveket, hanem a közösség vezetőiként vannak megválasztva. És utána jöhetnek azok, akik a közösség vezetőinek ugyan nincsenek megválasztva, de meg lehetnének választva. Azt mondják a kommentárok, itt ez azokra a rabbikra vonatkozik, akiknek a pedigréje, a felmenői, arra pedisztálja őket, hogy ők is a közösség vezetői legyenek. És utána jönnek azok, utána jönnek azok, akik olyan rabbik, olyan bölcsek, akiknek a felmenői, a pedigréje okán lehetnének akár a közösség vezetői. Hol Adam, és utána jöhetnek mindazok, akik a zsinagógáknak a vezetői, nem egy egész közösségnek, hanem csak a zsinagógának, Hol Adam, és utána lehet bárki mást hívni. Tehát ez a sorrendje a Tórához való felhívottaknak. Salchulob Négli, Rebi Helboi, Máon Likrész, Bechum, Masson, Vészek, Neszébe, Cibor. Most áttérünk a témával kapcsolódó, de egy kicsit más tematikára. A kérdés az az, amit Galilea közösségei küldtek kérdésként Rabbi Helbónak, ugyancsak Rabbi Helbónak, szabad-e humásból olvasni a zsinagógában? Ugye a humás kifejezést ezt a mai napig is használják, humás az egy szójáték, és a homes az egy ötöd szóból jön, és arra szoktuk használni, manapság a nyomtatott tórákra, a nyomtatott bibliákra használják. A Talmud időkben a humásnak nevezték azt, amikor használati könyvként írtak pergamenre egy tórát, amit nem egybe írták Mózes öt könyvét, hanem minden könyvet külön tekercsbe írták. És ezért nevezték humásnak, mert egy ötöde volt a teljes könyvnek,
makömen nyomtatott tórákat, azokat Hamisa Humse Toirának nevezik. Hamisa Humse Toir az azt jelenti, hogy öt ilyen különálló tekercs, ami egyben van mégis. Ugye a könyvnyomtatásnál ezt a nevet adták neki. Na de a kérdés akkor itt az az, hogyha van egy ilyen nem teljes tekercs, hanem csak egy ötöt tekercs, akkor abból szabad-e a tóraolvasást végezni, a közösségi tóraolvasást? Vagy Havbiade nem tudta, hogy mi a helyes válasz erre. Azt mondja, hogy Lajnagy Rábi Nitzchak Návka, és ezt ugyancsak megkérdezte a Nitzchak Návkától. Lajnagy Havbiade, ő se tudta, hogy mi a helyes válasz erre. Azt mondja, hogy David Rasha, opa, stúme, ha erre eljöttek a jesivába, a tanházba, hogy megkérdezzék az ott lévőket, hogy mi a helyes válasz erre. És erre a választ Rav Shmuel bar Nachmeini Rabbi Yochanantól idézett mondásából vezették le. Sefer Torah és a Chassid Riachas, Enkoinim Boy, azt mondta Rabbi Yochanan, hogy olyan tóratekercs, amiből csak akár egy pergament darab hiányzik, abból nem szabad olvasni. Ugye a tóratekercset úgy írjuk, hogy körülbelül 300-400 pergament lapra van írva, amelyek össze vannak varva és össze vannak ragasztva, és azt mondta Rabbi Yochanan, hogyha csak egy ilyen pergament darab is hiányzik a tórából, akkor a tórát nem lehet használni az olvasáshoz. Ebből a jesivában azt akarták levezetni, hogy ezek szerint egy önálló humást, tehát a Mózes öt könyvének csak egy könyvét, ami önállóan van egy pergamenten, biztos, hogy nem lehet használni a közösségi tóraolvasásra, hiszen ha csak egy pergament hiányozna a teljes tórából, már akkor is alkalmatlanná tenni az olvasásra azt. Lajhi, haszem meg haszem minszei, hachalajom, haszem minszei. A Talmud nem fogadja el ezt a választ, mert azt mondja, hogy ott egy teljes tórában, amikor hiányzik egy pergament, akkor az hiányossá teszi az egészet. Itt mindenki tudja, hogy csak egy könyvről van szó, tehát itt nem hiányos, hanem csak nem egész. Rába velem, hogy Észrev, Damrét, Vájó, én könyv, mikor most említett, kezdett, és mikor vagy Cibor. Végül is Rába és hogy Észrev mindketten úgy pászkanoltak, úgy döntöttek, hogy nem szabad ilyen különálló tekercsekből olvasni. A zsinagógában a közösségnek járó tisztelet miatt nem lenne tisztelet teljes, hogyha nem a teljes pergamentből olvasnánk. Úgy néznek ki, hogy a közösség nem lenne elég gazdag ahhoz, hogy saját tóratekercse legyen. És ezért megtiltották az ilyen ilyenből való tóraolvasást. Nagyon érdekes dolgot mondanak itt a kommentárok, mit én magam sem tudtam, hogy ez a forrása annak, hogy vannak olyan vélemények, amik azt mondják, hogy ha egy tóratekercsben egy ponton hibát találnak, akkor másút lehet abból a tórából olvasni, mert mint önálló humás, mint önálló egy Mózes könyv, mégiscsak elmenne. Az egész oka annak, hogy nem lehet egy önálló humásból olvasni, az azért van, mert nem néz ki jól, hogy nem egy teljes tóratekercsből olvasnak, és olyan, mintha a közösség nem lenne eléggé gazdag, vagy nem adna magára eléggé, hogy egy humást vegyen magának. Vagy bocsánat, egy tóratekercset vegyen magának. Itt viszont van egy tóratekercs, csak egy valamelyik pontján valamilyen hiba csúszott a szövegbe, tehát akkor elvileg lehetne egy ilyenből olvasni. A másik kérdés, hogy a gyakorlatban nem olvassunk az ilyen tóratekercsből, mert ahogy itt is mondjuk, hiányos a szövege, ha hiba van benne, akkor hiányos a szövege, tehát ezért tilos belőle olvasni. Oké. Rambabra vészre, nem tudom, hogy hány szeifelább tárta azt, hogy a mikrébe és sábesz, my time in the law nitenlik a szöve. Egy új témába fogom most belemenni, lehet, hogy kevésbé ismerünk, de nagyon érdekes. Talán hallottuk azt a fogalmat már, hogy írottan és szóbeli tan. Egészen a talmudi időkig, a misna szerkesztéséig, tehát az a zsidó történelmek az első 1300 éve, nagyon ügyeltek arra, hogy a pergamenre vetett, papírra vetett szöveg, leírt szöveg, az csak is a Tóra szövege legyen, és a szóbeli tan, tehát a Tórának a magyarázatai, sőt, még a prófétáknak a tanításai is, csak szóban legyenek, és ne írásban. És ezért mondta a következő tanítás, és ezért nevezzük ezt ugye írottannak és szóvalitannak. Ez egy másik kérdés, hogy később nagyjából a másik szentély pusztulása után
egy 50-60 évvel, amikor a zsidók szétszoratásba kerültek, a rabbik mégiscsak belenyugodtak, hogy a szomeri tannak a törzsanyagát azt papírra kell vetni, ez lett ugye a misna, mert tudták, hogy ha ez nem történik meg, a szóbeli hagyomány, a szóbeli tradíció nem lesz már olyan erős, hogy továbbadja a szóbeli tant csak szóban. És ezért a szóbeli tan is le lett írva. Most Rába és Rabbi Jöjszöv azt tanították, Háj Szeif Rav Tárta, az a könyv, ami ami a Haftarák könyve, amiben ugye a Tóra olvasás után ugye minden heti szakasz után egy Haftarát is felolvasunk. A Haftará az szó szerint elköszönést jelent, de itt azt jelenti, hogy volt egy olyan rész, van egy olyan rész a mai napig a proféták könyveiből, amit egy-egy fejezet, ami valahogy kapcsolódik a heti szakasznak a tematikájához, és amit a tóraolvasás után még hozzáolvasunk a tóraolvasáshoz. Ez ahhoz az időhöz nyúlik vissza, amikor a tóraolvasás, a közösségi tóraolvasás valamilyen a zsidók elnyomásának céljából belett tiltva, és ezt próbálták pótolni különböző profétai szakaszokkal. Most ugye ma is vannak a zsinagógákban ilyen Sefer HaTorah, olyan Haftarák könyve, amiben ezek a Haftarák vannak összegyűjtve. A probléma ezzel az, azon a vonalon haladva, amiről eddig beszéltünk, hogy a Haftarák azok a proféták könyveinek egy-egy rövid fejezetei kiragadva a proféták könyveiből, és Rába és Rabbi Jöjszöv azt tanították, hogy ezt valójában nem lenne szabad így önmagukban leírni. Egy tórai vagy egy bibliai könyvet csak egészében lenne szabad leírni és manapság kinyomtatni, és tekintve arra, hogy ez a Haftarák könyve, ez egy gyűjtemény különböző proféciai szövegekből, nem lenne szabad ezt külön könyvben leírni. Már a vásilétől túlén nem jasszúr, már egy tájmedelő hazon mikrebe, már a vási ehhez még hozzátette, hogy tekintve, hogy ezt nem lenne szabad így külön leírni, így nem szabad belőle olvasni szombaton, és ha nem szabad valamiből olvasni szombaton, ha valamit nem szabad használni szombaton, akkor az mukce is lesz, tehát még csak megfogni, mozgatni se lenne szabad ezt a Haftarák könyvet. Lajhi, sarélatilu tulléim, saréla mikrebe. De nem ez a végső szabály, hanem igenis szabad mozgatni, és még szabad olvasni is belőle, de nem jéhna, nem simon, mert lakis, már ennyi, mert száfra, de galáttal, mert sábez. Vajlóini tanléka a szép. Hiszen látjuk, hogy a Jéhana és a Simon Laki is nem csak, hogy Haftarák könyveit, amik ugye az írottan részeit, tehát le lehetne írni őket, mint írottan, csak nem lenne szabad külön könyvben egy-egy részleteket kiragadva leírni. Nem csak, hogy ezt, hanem még a történeteket, szóbeli hagyomány részének képező történeteket is, az Agadatét is, amit valaki leírt egy könyvben, pedig nem lett volna szabad, hiszen a szóbeli tant nem szabad leírni, még az ilyen könyvekben is elmélyült Rabbi Jochanan és Rabbi Lakis, Sábeszkor, annak ellenére, hogy ezeket ugyancsak nem lenne szabad leírni. Le kivendelei Efse, mi az oka annak, hogy mégis elmélyültek ebben, és használtak ilyen könyveket, amik ilyen a szóbeli tan részei, és leírták őket. Ez, amiről az előbb beszéltünk. Észlászasz a sem, egy félütő a szeha, hagyatkoztak arra a Zsoltár mondatra, ahol Dávid azt mondja a 119-es Zsoltárban, amikor ideje van cselekedni az örökkévalónak, akkor a Tórád elévül szabad fordításban. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben kénytelenek vagyunk felülírni a Tóra egy útmutatását, mert az örökkévaló kedvéért cselekszünk. Ugye miről van szó? Hogyha nem írnánk le a szóbeli tant, akkor feledésbe merülne, és bár a Tóra úgy rendelkezik, hogy az írottan kell, hogy legyen írásban, a szóbeli pedig szóban, azért, hogy a tiszteletét az írottannak megadjuk, itt azzal, hogy különleges helyzet van, vészhelyzet van, mégis kénytelenek vagyunk leírni a szóbeli tant, ezzel tulajdonképpen magának a Tórának a tiszteletét
érjük el, hiszen ha nem írnánk le, akkor teljesen feledésbe merülne az egész. Ha námé kivinde lőjefse, ugyanígy akkor itt is, a Haftarák könyve esetén is, nem lehet másképpen, nem lehet az egész Tanachot, az egész Bibliát ide-oda hozni, cipelni, és abból olvasni a Haftarát Sábeszkor, ezért le kellett írnunk a Haftarák könyveit, a Haftarák gyűjteményét, és ezért mégiscsak lehet használni az ilyen Haftarák könyvet. Bominé a bájmi rabbi maulichtöv meg gilla le tinőikli szlámedba. Azt kérdezte a báje rabától, szabad-e írnunk egy rövid tekercset, nem egy teljes tórai könyvet, hanem csak egy rövid szakaszt egy külön tekercsre, hogy a gyereket abból tanítsuk. Ti bajl mándam ötöjre még én millen nitna, ti bajl mándam ötöjre a szumenitna. És a kérdés az mind a két vélemény szerint fölmerül, ugyanis két vélemény van, hogy a Tórát hogyan is írta Mózes. Van egy vélemény, hogy a töjre meg gilla, meg gilla nitna, hogy a Tórát tekercsenként írta Mózes. Ahogy haladtak, Mózes mindig írt még egy tekercset, és amikor a 40 év vándorlás végéhez értek, akkor összevarta ezeket a tekercseket, és lett belőle a Tóra. Van egy másik vélemény, hogy a Tóra teljességében adatott, tehát hogy Mózes nem írt semmit 40 éven át, és a 40 év végén írta le a Tórát. Bajl mándam, hogy tőle még illen itna, kimenni, még illen, még illen itna, hogy dílva, kimenni, itbak, itbak. Ugye a kérdés fölmerül azt szerint, a vélemény szerint, hogy tekercsenként adatott a Tóra, akkor lehet, hogy azt mondjam, hogy ha a Tórát lehetett eredetileg tekercsenként adni, akkor miért ne lehetne tekercsenként külön írni abból a célból, hogy abból tanuljunk, vagy tanítsuk a gyerekeket. Hogy Dilma kivende idvak, idvak, vagy azt is lehet mondani, hogy annantól fogva, hogy Mózes összeragasztotta, összevarta ezeket a tekercseket, és egy könyvet készített belőlük, akkor mégsem lehet innentől fogva külön tekercseket készíteni a Tórából. De bajl mándam ötöjre ha szumenitna, kivende ha szumenitna, én kaiszvin, hogy Dilma kivende le jefsek, ha szvina. Ugyanakkor a másik vélemény szerint is fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy a tekintve, hogy a Tóra ez szerint a vélemény szerint egyben adatott, ezért nem lehet külön tekercseket írni, vagy tekintve, hogy nem nagyon lehet másképp a gyerekeket tanítani, kénytelenek vagyunk tekercseket írni, és akkor erre is vonatkozik az, hogy ha nem lehet másképp, akkor ezt a szabályt meg lehet szegni. Amelej Enkois Rába azt mondta, hogy nem lehet ilyen külön tekercseket készíteni a gyerekeknek. Mátám, mi ennek az oka? De fiseinek és enkaiszfin? Azért nem lehet, mert nem lehet külön darabokban írni, tekercsekben írni a Tórát. Észvei, áfi, azt hiszem, távos az a zapsupás szóval le. Akkor azt jelenti, hogy a Tórának a szövegét nem lehet külön darabokban, vagy külön tekercsekre leírni. A probléma ezzel az, hogy azt tanultuk a Juma traktátusban, ahol a Talmud a 37-es lapján a Juma traktátusnak végveszi, hogy a híres Helléni Hamalka, Helléni úrnő milyen ajándékokat vett a Jeruzsálemi Szentének. Azt mondja a Talmud, hogy készítetett egy olyan aranylapot, amire ráíratta a szotának a fejezetét. Hogyha lenne egy szota eljárás, akkor arról másolja le a kohén a pergamenre a szöveget. Most ugye az a Tórának egy szövege, amit egy külön valamire írt rá. Tehát akkor azt látom, hogy mégiscsak meg volt engedve egy ilyen külön kiemelése a Tóra egy szövegrészletének, és annak a leírása. Amarabi Simon ben Lakis, Mishrami Yannai be Aleph Beis. Erre azt mondtam, Simon ben Lakis, igen, de ott nem a szöveget magát írták rá az arany lapra, hanem csak ilyen rövidítéseket, és a rövidítésekből tudta a kohén, hogy mit kell leírni. De nem a szöveget szó szerint, szóról szóra írta le. Észvég sú, köiszév, röjjem, köiszév, más csak asszok a távla. Azt mondta, hogy ez nem stimmel, ezt nem mondhatjuk, mert ott azt meséli a Brájta, hogy ezek után, amikor a kohén leírta, lemásolta a szöveget, akkor ránézett erre a kis táblácskára, erre az arany táblácskára, és arról másolt, úgy, ahogy az le volt írva ott.
éma, tehát akkor azt jelenti, hogy mégiscsak a szöveg volt ideírva, és nem csak ilyen emlékeztető rövidítések. Éma, ke most egy kasszú, a tábla. Erre azt mondja a Talmud, oké, de lehet úgy olvasni ezt, hogy ránézett a táblácskára, és olyasmit írt, ami a táblán van írva. Tehát, hogy mégiscsak egy emlékeztető volt, és nem szó szerint kellett, hogy másra jön. Észvég súka, észövrejébe táblő, készülve, se kasszú, táblő, máú, készülve, tábláim, sahabim, lai, sahab. Azt mondtam, hogy igen, de egy másik brájt, amelyik ugyancsak kifejti, hogy hogyan történt ez a másolása a szota szövegének. És a brájt azt mondja, hogyan írja a kohén a szota szövegét, látja, hogy mi van a táblácskán, és írja azt, ami a táblán van, mit ír. Például írja azt, hogy ha volt veled férfi, ha nem volt veled férfi, ugye ez a szota fejezete, amit részletesen végigvettünk a szota traktátusában, ugye ezt a fejezetet, ennek van egy mondata, ami úgy kezdődik, hogy ha volt veled férfi, ha nem volt veled férfi, ezt így kell, hogy leírja. Tehát akkor mégiscsak szó szerint kellett, hogy leírja. Ha be már ezt kinnan, beszél rúgim. Szóval Talmud, hogyan kell ezt érteni? Hogy a szöveg le volt oda jegyezve, de nem teljességében, hanem csak ilyen a bekezdések, egy-egy bekezdésnek a kezdete. És erre vonatkozik, hogy ha volt veled férfi, nem volt veled férfi, nem szó szerint volt azért leírva a szöveg, tehát továbbra is védhető az álláspont, hogy szó szerint leírni a Tóra szövegét különálló egységenként, vagy különálló egységben, egy külön kis tekercsre vagy táblára nem szabad. Katonai Talmud azt mondja, tudjátok mit, valójában ez egy korai vita, már a misnai bölcsek között is vitás volt, ugyanis én köszönöm, meg illetve tineklis lámétba, im dajtő lehásli mutar. Az egyik vélemény azt mondja, hogy nem szabad a gyerek tanításához egy külön kis tekercset készíteni, hogy abból tanítsuk, kivéve, hogyha arra gondol, hogy majd később ezt a teljes tóra részévé fogja tenni, egy teljes tóra tekercs részévé. Ami Udai miért Brésis ad Deira Mábul, Töreszke Hanim Adva Hibajom a Smini. Ami Udai szerint viszont szabad írni ilyet, szabad írni mondjuk a Mózes első könyvnek a kezdetétől egészen a Noé és az özönvíz történetéig. Tehát az egy egység, egy mondjuk heti szakasz, azt le lehet külön egy tekercsre írni, vagy ugyanígy Mózes harmadik könyvének az elejét le lehet írni egészen a Smini szakaszig, tehát lehet külön tekercseket is írni. Pillanat, türelmet kérek. Oké, tehát akkor mégiscsak lehet ilyen külön, legalábbis van egy vélemény, hogy lehet ilyen külön tekercsekre írni a kis tekercsekre, kis egységekben lejegyezni, leírni a Tórának a szövegét. Amerebi jöjjelöm is, hogy na, töjjön megillen itt, na, most megnézzük azt a vélemény különbséget, azt a vitát, hogy tulajdonképpen hogyan is adatott a Tóra. Mózes, ahogy haladtak a 40 éves vándorlás során, leírta egy-egy kis tekercsbe a Tórának a eseményeit, szabályait, micváit, stb. És a végén összevarta egy egységgé, vagy a Tóra a 40 év végén egy egységben adatott. Azt mondta ennek kapcsán Rabbi Jéhanan, Rabbi Bana nevében. Tőle meg Illa, meg Illa Nitna, a Tórát külön kis pergamenekre, külön tekercsekben kaptuk, és nem már az a Márti Hiné, Basszibi, meg Illa Széfer, Kaszolaj. Ahogy Dávid utal rá a 40-es Zsoltárban, azt mondja Dávid, és íme akkor mondtam, elérkezett hozzám a tekercs, ami rólam szól. Miről beszélünk? Arról van szó, hogy ugye Dávid egy ammonita nőtől származik, hogy Moabita nőtől származik, ugye Ruth-tól, és fölmerült, hogy nem lenne szabad
őt királynak választani, vagy nem lenne, egyáltalán nem is számíthatna zsidónak, tekintve, hogy az ammonitáknak, sem moabitáknak nem volt szabad betérni a zsidóságba. Igen ám, de a Tóra szövege nem azt mondja, hogy ammonita vagy moabita nő nem térhet be a zsidóságba, hanem csak ammonita vagy moabita férfi. És ezzel Dávid pedigréje kitisztázódott, és erre utal, amikor azt mondja, és íme jöttem akkor, és elérkeztem ahhoz a tekercshez, ami rólam szól. Úgy utal a Tórának erre a részére, mintha ez egy tekercs lenne. Tehát ebből látjuk, hogy a Tóra tekercsekben is íródott. Ez Rabbi Yochanan véleménye. Rabbi Shimon ben Lakish, hogy miért a szumanitna, se nem állok helyek a széfer teirázze. Rabbi Shimon ben Lakish szerint viszont a Tóra egészben íródott. Hiszen Mózes úgy fogalmaz az élete végén, hogy oda megy a levitákhoz, és azt mondja, íme, vegyétek ezt a Tórát, ezt a Tóra könyvet. Vagyis egy egész könyvet adott át nekik, nem csak tekercseket. Bidach námiak szimlökkajach. Hullabaszalédbak, mit fog mondani erre az első vélemény? Azt mondja, hogy egyszerű, igen, ezt mondta nekik, azután, hogy a különböző tekercseket, amiket a 40 év során írt, összevarta, összeragasztotta, és egy egész könyv lett belőlük. Bidach námiak szimlökkajach, illetve széfek a szőlány. A útkalatőrök hullaiuk, illetve szívémre, mátalai, revmáni, remeg, ille alfa. Azt mondja a Talmud, hogy mit fog mondani a másik vélemény, de Simon és Lakis arról, hogy Dávid úgy hivatkozik a Tórára, a Tórának egy részére, mint egy tekercs. Azt mondja, igen, persze, hogy így hivatkozik, hiszen maga az egész Tórát is tekercsnek nevezzük. Hogy Zachariás látomásában olvassuk, szólt hozzám, mit látsz, és mondtam neki, látok egy a levegőben repülő tekercset, és ott ugye Zachariás a Tórának a betűit, a Tórának a szövegét látta álmában. Tehát az egész Tórát is tekercsnek nevezzük. Tehát akkor ez nem jelenti azt, hogy külön tekercsekben adatott a Tóra. Én nem illeked Rabbi Levi, Dama Rabbi Levi, és majd ne pársi, ezt nem rövő, jöjjön, és ukan, bolyan, miskan, vejlőhelyén. Még egy lehetséges magyarázat, hogy azt szerint a vélemény szerint is, amelyik azt mondja, hogy a Tóra szövegét nem írta le Mózes egészen a 40 éves vándorlás végéig, voltak bizonyos micvák, amiket külön-külön egy-egy tekercsben mégiscsak leírt. Tehát ez szerint a vélemény szerint, a Simon és Lakis vélemény szerint alapvetően a Tóra teljes szövege a 40 éves vándorlás végén íródott le, de egyes olyan dolgok, amik nem tűrtek halasztást, és ahol fontos volt, hogy a szabályokat ismerjék a zsidók, azokat külön-külön tekercsekbe leírta Mózes. Amire Blébi tanította, hogy azon a napon, amikor fölállították a miskánt, a szentélysátrat, 8 különböző halachikus vallási szabályval kapcsolatos tanítás adatott, és lett leírva. Pásasz kajánim, a kohaniták szabályai, Pársasz Levim, a léviták szabályai, Pársasz Tmein, a tisztátalanok szabályai, ugye, hogy a tisztátalanoknak nem volt szabad bejönni a szentélybe, és így tovább, Pársasz Siluach Tmein, az, hogy a tisztátalanokat ki kell küldeni a táborba, Pársasz Achimois, és az a fejezet, ami azzal foglalkozik, Achimois szakaszban van később, hogy a szentek szentjébe a főpap csak Jom Kippur napján jöhet be, Pársasz Szője Jáin, és a borivás tilalmáról szóló fejezet, ami arról, hogy a papok nem ihatnak bort, amikor a szentélybe jönnek szolgálni, a Pársasz Néreisz, a menórának a szabálya, a Pársasz Paraduma, és a halotti tisztátalanságból való megtisztulás, a vöröstehén szabályai. Ezek azok a szabályok, ez az a 8 fejezet, ami később a Tórának szerves része lett, de azon a napon, amikor a szentély fel lett állítva, egy külön egységként, egy külön fejezetként is megadatott. Miért adatott meg? Azért, mert nem tűrt halasztást ezeknek a fejezeteknek a közkincsé tevése és elérhetővé tétele, ugyanis onnantól, hogy felépült a szentély, speciális szabályok vonatkoztak a szentélyre, vagy a szentéllyel kapcsolatosan, és ezeket le kell írni. Tehát lehet, hogy amikor arról beszélünk, hogy a Tóra olyan, mint egy tekercs, akkor ezekre a tekercsekre gondolunk, és ez nem cáfolja még azt, hogy a Tóra egészen később a 40 év végén lett leírva.
Amra vele azzal, tőre rövig száv, miut bal alpe. És nem már echtövle, hogy rubit, hogy rosszik, hogy zárnak so. Ugye a szóbeli tannak két nagyon fontos része van. Van az a része, amit a Tóra szövegéből következtetünk ki, és van az a része, ami szóbeli hagyomány útján lett továbbadva, olyan tanítások, ha Lachala, Moise, Sinai, mózesi tanítások, amik egyik nemzedékről a másik nemzedékre adattak át. Azt mondta ennek kapcsán Rabbi Lazar, Töjre Röjvig Száv, miutálpe, a Tóra nagyobbik része az írásból kikövetkeztetett, tehát a szóbeli tan nagyobbik része az írásból kikövetkeztetett rész, és egy kisebbik része az, ami csak a szóban tovább hagyott, a hagyományozott mózesi szabály. Honnan tudom ezt, mondja Rabbi Lazar, mert a Séhá úgy fogalmaz, Echtömlői Rubitöj Rasszi, Kmai Zarnek Savó. Ugye arról beszél a Séhá, hogy a zsidók hiába adatott meg nekik a Tóra, mégis elfordultak a Tórától, és úgy fogalmaz, hogy Isten azt mondja, és leírtam neki Tórám nagyobbik részét, és mégis olyanok, mintha idegenek lennének. Leírtam nekik Tórám nagyobbik részét, mert azt jelenti, hogy a Tóra, a szóbeli tan nagyobbik része is az írásból következtethető. Bjéhanan már Réval Peo mint Bichszáv, se nem már ki áll piadvari majle. De Bjéhanan szerint viszont a Tóra szóbeli tan nagyobbik része szóban átadott hagyomány, és egy kisebbik része az, ami a Tóra szövegéből kikövetkeztethető. Hiszen Mózes másik könyve úgy fogalmaz, hogy ezen szavak alapján kötöttem veled szövetséget. Ezen szavak alapján, mint hogyha a nagyobbik része a Tórának szavakon alapulna, lenne alapozva. Innen mondja azt a Bréhanan, hogy a nagyobbik része a Tórának az a szóbeli hagyomány által továbbadott rész, és a kisebbik része az, ami az írásban van, vagy az írásból következtető. Videk námiak szív, echtövelé rubétai rossz. Mit fog mondani a Bréhanan erről az idézetről, hogy azt mondja, és leírtam neki Tórám nagyobbik részét, ami arra utal, hogy a Tóra nagyobbik része írásban van, vagy legalábbis abból következtethető. A húlyt mújka, mert támé, echtövele, rubetői, rossz, jel, lőjk, majd zárnak, savú. Azt mondja, nem, ezt úgy kell érteni, mint hogyha hogy Séhá elgondolkodna, vagy mint a kérdést tenne fel, és azt mondaná, leírjam ezeknek a Tórám nagyobbik részét, ha egyszer olyanok velem, mintha idegen lennék. De mint hogyha Isten igazolná magát, hogy nem írta le a Tórának a nagyobbik részét, hanem csak szóbeli hagyományban adatott tovább. Idak námiak szivál piad varimai le, ahú misum, de takfile migir májú. Mit fog mondani Abbé Lazar, aki szerint a Tóra nagyobbik része le lett írva, és a kisebbik része lett csak szóban továbbadva? Miért mondja a Tóra mégis azt, hogy a ezen szavak, tehát a szóbeli részre kötöttem veled szövetséget? Azért, mert pont ez a szóbeli rész az, amit sokkal nehezebb megtartani és betartatni, hiszen nincs írásban, és ezekre kellett szövetséget kötni, mert ezeket nehezebb betartani. Darás Rabbi Judah bár nech meinni, mert úrjuk bandid Rabbi Simen laki, és kszív kszavlech haszat varima éle, vagy kszív kjál palimat varima éle. Ugyanezt a két mondatot, az egyik ugye arra utal, mint hogyha nagyobbik része le lenne írva, a másik arra utal, mint a nagyobbik része csak szóban lenne továbbadva. Az egyik oldalról azt mondja, írd le ezeket a szavakat, a másik oldalon pedig azt mondja, ezen szavak alapján. Nos, akkor melyik az igazság, ha két szár? Dvarim sem ich távi átadással amnen alpe, dvarim sem a szátém alpe, játadással amnen szár. Azt mondja, azt tanulom ebből a két mondatból, hogy amit Isten adott, hogy írjunk le, azt le lehet írni, de amit Isten szóban adott, azt nem szabad leírni, hanem csak szóban szabad tovább mondani. És különben olyannyira így van, hogy különben fordítva is így van, ami írott szöveg, a Tórának az írott tanbeli része, a szóban nem is idézhető. Nagy rabbik például Lubavitchi Rebbe, amikor idézett a Tórából egy mondatot fejből, akkor mindig direkt egy kicsit módosította az idézeten, mert van egy tilalom, hogy a Tóra írott tan részének a szövegét csak az írott részből
az írott szövegből szabad olvasni, nem szabad fejből mondani. Ami viszont a szóbeli tanésze, azt eredetileg tilos volt leírni. Dére Bismol tanom, éle át a köisze, viát a köisze, valahesz. Erre Bismol azt tanította, hogy amikor a szöveg azt mondja, írd le ezeket a szavakat, akkor az arra utal, hogy ezeket leírhatod, de ami csak halacha, ami mózesi szájhagyomány útján lett továbbadva, a szóbeli tanrésze, azt nem írhatod le. Amarabi éjhánlói karaszakat, és balkó briszmi szöl, elbisvid valami sovább be, és nem már kell a példát valami, mert akkor átít, ha brisz veszi szöl. Azt mondta Rabbi Yochanan, hogy Isten külön szövetséget kötött a zsidókkal a Tórának azon részére, amelyek szóbeli szóban adottak, ahogy írva a Mózes második könyvével, mert ezen szavak alapján kötöttem veled szövetséget, veled és Izraellel. Oké, akkor ezzel ezt a kérdést többé-kevésbé tisztáztuk, végigvettük, hogy a Tórának van olyan része, amit szóban lehet, van olyan része, amit írásban kell. Az egy másik kérdés, hogy később ezt megváltoztatták, amikor eljön az ideje, valamilyen vészhelyzet van, akkor néha kénytelenek vagyunk, kénytelen vagy a Tórának útmutatását megszegni. Az útmutatását megszegni az azt jelenti, hogy kénytelenek voltak leírni a szöveget. Oké, a következő része a Misnának, egy teljesen más téma volt, arról szólt, hogy amikor éruvot csinálnak udvarokon belül, hogy a szombati vitel tilalmát ezzel feloldják, ez hogyan történik? Ha van egy több udvar, amelyik egy, bocsánat, több ház, ami egy udvarra néz, itt ugye ezek magánterületek, amiből a Tóra törvénye szerint lehetne vinni egyik területre a másikra. A rabbik megtiltották, mert úgy néz ki az udvar, mint hogyha egy közterületre vinnék, vagy onnan hoznánk. De később a rabbik azt mondták, hogy csinálunk egy éruvot, aminek az a lényege, hogy egy közös, mintha egy közös konyhája, egy közös étele, közös étel révén, mint hogyha egy közös konyhája lenne a udvarra néző összes háztartásnak, akkor az feloldja a viteltilalmát. Ezt hívjuk a sábeszi éruv, ez a sábeszi éruv fogalmának a lényege. Most itt azt mondta a misna, hogyha ezt az ételt el szokták helyezni egy bizonyos házban az udvarra néző házak közül, akkor azon nem szabad változtatni, hogy azt átvigyük egy másik házba. My time, ma mi ennek az oka? Ilyen misünk kavidam, misünk sipura, rába mi karabére, mi hudala, szövébé rába, szövébé rába, jöjjszöv, rába, szövébé rába, szövébé rába. Hogyha a kóved, ha a tisztelet miatt van így, mert nagy tisztelet, hogy abban a házban van elhelyezve ez a étel, a tisztelet az itt nem számít annyira, mert azt látjuk, hogy például volt egy sófár, lassan akkor használt sófár, ami kezdetben Rába otthonában volt, utána átment Rav Jöjszef otthonába, utána átment a Bája otthonába, utána átment Rava otthonába. Tehát ez még önmagában úgy tűnik nem indikáció, hogy ne lenne szabad mozgatni egy ilyen dolgot, ami valamilyen kóveddel jár egyik házból, vagy egyik otthonból a másikból. Elami sumha sada, azt mondja Talmud, nem emiatt nem szabad átvenni valóban, hanem mi sumha sada, amiatt, hogy nehogy egy kételj merüljön föl. Ha megszoktuk, hogy valamelyik házban van az éruvhoz tartozó étel, és utána jön valaki, és nem találja ott azt az ételt, akkor azt gondolhatja, hogy valószínűleg ezt eltüntették, vagy ez már nincs meg, vagy ez már nem érvényes az éruv, és ezért nem találjuk. És ezért fontos, hogy mindig ugyanabban a házban legyen az étel. Bajsú karabra ama, ugye arról is szólt a misna, hogyha még egy dolog, amit a világ rendje miatt rendeltek el, hogyha van egy víztározó, ami a folyó, vagy a patak forrás mentén van, és több ilyen víztározó van, akkor mindig a legfelső víztározót kell hagyni, hogy megtöltsük vízzel. Itt már néna rav amártata is a szumájbere is a amárila és a szumájbere is. Egy ehhez hasonló témáról volt vita Rav és Smuel között, hogy van egy folyó, ahol nem kell elzárni. Ugye a misnában arról volt szó, hogy amikor egy olyan forrásból akarok vizet venni és feltölteni a víztározót, ahol le kell zárnom a forrást átmenetileg, hogy a vizét eltérítsem, hogy a víztározót töltsem, akkor a legfelső forrástól kell kezdeni. Mi a helyzet akkor, amikor egy folyó melletti víztározókról van szó,
A folyót nem kell elzárni, a folyó továbbra is fog folyni, és közben föl lehet tölteni ezeket a víztározókat. De itt is kérdés, mert hogyha elkezdek egy víztározót föltölteni a folyóból, akkor a folyó forrása, folyása az legyengül, lelassul, és ez a lentieket károsíthatja átmenetileg. Milyekkor a halacha? Ráva Márta Tarsa Szumájbre, és ezért Ráva azt mondja, hogy a folyótól legtávolabbi, a forrásától legtávolabbi, tehát leglentibbi tározókat lehet először tölteni. Smuel pedig azt mondja, hogy a legfelsőbb tározókat, vagy földeket lehet öntözni. Miért mondja ezt? Kérdem, mizál, kulál, mellé, pligi, miszkál, báskújé? Amikor a folyó továbbra is úgy fog folyni minden változtatás nélkül, hogy nem kell gátolni, és nem változtat a folyásának az erején, az, hogyha elkezdik feltölteni, vagy öntözni a fenti földeket, akkor nem kérdés, hogy el lehet kezdeni a fentiekkel. A kérdés akkor van, hogyha le kell zárni, vagy le fog lassulni a folyó. Smuel Amarilla és azt mondja, Májvere és Adamri, Ánum, Mekrimon, Tvej. Smuel szerint a legfelsőbb földeket lehet kezdetben, vagy elkezdeni öntözni elsőként, vagy víztározókat feltölteni, mert azt mondják ezek a földtulajdonosok, hogy ez a mi érdemünk, mi vagyunk közelebb a folyó forrásához. Rá van már, tehát is azt mondja, és Adamri, na harra kipásti lézi. Rá pedig azt mondja, hogy nem, a lentieknek van erősebb érvük, mert azt mondják, a folyó folyjon csak a maga rendje szerint, és mi a végén majd ott állunk, és a folyó folyásán nem változtatunk azzal, hogy mi a földjeinket megöntözzük. Oké, nem bőjra korvla ám, ami szmála, mit nisemik ne dák és soha. Mit fog mondani ez a két vélemény, különösen Smuel, aki azt mondja, hogy különösen Ráv, aki azt mondja, hogy a lentieket kell először hagyni, hogy öntözzenek. Mit fog mondani a mi mistánkról, amelyik egyértelműen fogalmaz a víztározók kapcsán, és azt mondja, hogy egy forrás vizéből föltöltenek tározókat, akkor először a felső tározókat lehet feltölteni. Tárgyam is múlva, alibe de rába ám, ami szállakhez a pibbajraj. Azt mondja erre a Talmud, hogy Smuel, gondolom ez egy későbbi Smuel, úgy magyarázta, hogy rá véleménye szerint itt felhasználják, hogy olyan esetről van szó, amikor a víztározót nem kell elzárni ahhoz, hogy feltölts, nem kell a forrást elzárni ahhoz, hogy feltöltsen a víztározót. Akkor kicsit másképp van, mint hogy ezt az előbb gondoltam. Tehát még egyszer, a mistánk azt mondta, hogy a víztározókat töltik föl, akkor a forráshoz legközelebb állót kell először hagyni feltölteni, és utána minél lejjebb van. A vita Ráv és Smuel között hasonló esetről van. Van egy folyó, aminek a vizét használják öntözéshez, vagy víztározók feltöltéséhez, akkor Ráv szerint a lentieket kell először hagyni, és csak Smuel szerint először a fentieket. Akkor Ráv hogyan hozható össze, hogyan magyarán fogja magyarázni azt, amit a mi mistánk mond. Azt mondja mondani, hogy Ráv, hogy a mi mistánkban arról van szó, amikor nem kell elzárni a vizet. És ezért szerinte is, ha megy tovább a víz folyása gond nélkül, akkor szerinte is lehet hagyni, hogy az első feltöltés az a fenti tározókból legyen. Ihachim ajleményben. Ha tényleg semmit nem változtat a víz folyásán, akkor mit akarna a mistánk mondani az, hogy a fentieket lehet hagyni? Mi ezzel a gond? Máu de tém, maci, amri, lejmi, szachem, miszke, váskövi, hinza. Ki másmala? Azt mondja, a Talmud azért, mert azt gondoltuk volna, hogy a lentiek még mindig mondhatják azt, hogy ha nem zárnád el, vagy ha nem vennéd el a vizet, akkor a folyásnak, a folyónak a folyása és sebessége az jobb lenne, és
és ezért megtiltjuk neked, hogy eltérítsd a víznek egy részét, és ezért mondja azt a misna, hogy nem, ezt már nem veszük figyelembe, és ebben az esetben nyugodtan lehet hagyni, hogy a fentiek, Ráv szerint is nyugodtan lehet hagyni, hogy a fentiek töltsék fel először a tározóikat, vagy öntözzék meg először a földjeiket. Amar Ráv Hunda bar Tachlifa, hástad el a Yitmar, Ilchasa, Löjke már, Koldálim, azt tanította Ráv Hunda bar Tachlifa, és gondban vagyunk, nem tudjuk, hogy mi a halaká, van egy ilyen vélemény, és van egy olyan vélemény, és azért mi történik? Az emberek erőből oldják meg ezt a kérdést, aki erősebb, az nyer, azt tudja először feltölteni a földjeit. Simbar Ási azt mondja, hogy a Médán Bája amellé, Luszfön már be idna. Ugyanezzel kapcsolatos történetet mesél a Talmud, hogy egyszer Simbar Ási a Bájéhoz jött, és azt mondta neki, Luszfön már be idna, tanítsál kérlek rendszeresen, szeretnék veled tanulni Havrutában, párban tanulni a nap egy bizonyos pontján, minden reggel rendszeresen. Amelé, iszli idna, lididi, azt mondta neki, bájj, ne aragudj, de nekem már megvan a maga menetrendje a tanulásnak, és nem érek rá. Luszfön már be lájla, azt mondták, jó, akkor tanulj velem esténként. Amelé, iszli májláskói, azt mondták, nem érek rá, mert esténként a földemet öntözöm. Amelé annam a skinilé már be májjába jamama, először már be lájla, amelé lehájja. Azt mondta neki, Rav Simi, jó, akkor én elvégzem a rabbi munkáját nappal, megöntözöm a földeket nappal, és esténként tanuljon velem. Azt mondta, jó, legyen így. Mi csinált Simi Barási? Az a lejlaj, amelé jut a toj, és a szomájbre is a, az a lett a toj, amelé laj, és a szomájbre is a. De ha, hi, szache, miszkeváskai. A bája földje, amit Simi Barási magára vett, hogy meg fog öntözni, ez pont középen volt. Oda ment a felső földekhez, földtulajdonosokhoz, és azt mondta nekik, a halaká az, hogy először a lentiek kell, hogy öntözzék a földjeiket. Úgyhogy most el fogjuk zárni a ti víztározótoktól a folyót. Szóval fölment a felsőkhöz, és azt mondta, a halaká az, hogy először az alsóknak kell öntözni, úgyhogy most el fogjuk zárni a földeiteket a víztől. Tehát mind a kettőnek más mondod, és közben mit csinált? Ő a középen levő földet megöntözte a folyóban, és utána viszontlátásra. Mindez miért volt különben? Mert nem volt egyértelmű a halaká. És ő, mint rabbi, vagy rabbi növendék, tudott hivatkozni erre a véleményre is, és arra a véleményre is. Ki azt mondja, mélyd a bájam, lék, bétre, vádateli. Itt a mi a bájle, pirida is. Sájt a később kiderült a bája számára, és ő mit csinált az újdonsult tanítványa. És erre azt mondta, akkor te mind a két véleményt érvényesítetted azért, hogy az én földemet öntözd. A bája ezek után abban az évben nem evett a termésből, mert nem akarta, hogy úgy tűnjön, hogy visszaélt ezzel a helyzettel. Hánu bné hermach, de azul karub reise, de sem vusza. Vát róbesák dúbe silinahara. A Talmud egy utolsó epizódot mond ennek a szabálynak a kapcsán. Azt mondja, hogy volt Hermach városának a lakói, akik sem vussza folyójánál egy csatornát ástak, és eltérítették a folyó egy részét. És utána azt visszavezették a folyóba. Tehát csináltak egy ilyen holtágat, egy ilyen csatornát, amiből a vizet kivezették, hogy ezzel intézzék a földjüknek a öntözését. Azt, hogy lajjék a majdabája, és erre a fölöttük lévő földeknek a tulajdonosai jöttek a bájéhoz panaszkodni, amiről lék a maszkel nahára, azt mondták neki, van egy gond itt, amiatt a gát miatt lelassul a folyónak a folyása, és feltornyosul, vagy felgyülemlik a víz a folyó fölötte levő részében, és ez teljesen elönti, most ki? És ez teljesen elönti a mi földjeinket. Amely lejjük próbál, de ott fejpúrta. Erre bája azt a tanácsot, felduzzad, köszönöm szépen, ha felduzzad a víz,
és a feldúzott víz meg elönti a mi földjeinket. Milyen praktikus tanácsot adott a bája, amelyi kajévsém karú, behágyad, de félpurta, kicsit ássatok, mélyítsétek el a medrét a folyónak az eltérítés előtt közvetlenül, és akkor nem fog feldúzadni a víz, mert ott össze tud gyűlni a víz. Amről lejék a jépsi pirin, elaszták neki, na jó, de már ha így fogunk eljárni, akkor meg lehet, hogy ki fognak száradni a földjeink, akkor nem lesz olyan sok víz, akkor ott összegyűlemlik. Nem lesz olyan sok víz a folyóban, akkor az ott összegyűlemlik, és nekünk nem fog elég víz jutni az öntözéshez. Amel lejó, zil szalikuna sajhu. Mi haszom? Erre, amikor ezt hallotta a bája, akkor elrendelte, hogy mégiscsak, akik ott ezt a csatornát készítették, azok menjenek el onnan, és zárják le ezt a csatornát, mert ezzel ártanak a fölöttük lévő földeknek. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy idáig velem tartottatok. Szerintem holnap fogunk legközelebb jelentkezni, de addig is tekintve, hogy egy lappal le vagyunk maradva, könnyen lehet, hogy a 61-es lap felvételről föl fog kerülni a világhálóra. Úgyhogy kérem, figyeljétek a YouTube csatornánkat. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Leges legjobbakat kívánom a viszontlátásra, viszonthallásra.